szolgálat. Hazatértek Afganisztánból a magyar katonák. Ezzel 6,5 év után véget ért a tartományi újjáépítési csoport küldetése a közép-ázsiai országban. Nyitás. Több mint egy hét után feloldották a bankzárat Cipruson. A kormány korlátozásokat vezetett be, nehogy az emberek kivegyék az összes pénzüket a bankfiókokból. Lelátó. Letették a Ferencváros Üllői úti stadionjának alapkövét, majd megkezdték az eddigi Albert stadion bontását. A Zöld-Fehér Klub új arénája 2014 őszére készül el. 17 óra van, a híradót látják. Jó napot kívánok! Hazaérkezett Afganisztánból a Magyar Honvédség tartományi újjáépítési csoportját szállító repülőgép. Ezzel véget ért a magyar katonák 6,5 éves missziója. Továbbra is ott van a Liszt Ferenc reptéren kollégám Csorba Viktória. Egy órával ezelőtt megmutattad, hogy hogyan fogadták a családtagok a katonákat. Most hol tart az ünnepség, és mit mondott a miniszterelnök? Szervusz, jó napot kívánok! Hát lassan kiürül az egyes terminál várócsarnoka, mert csak azok a katonák vannak itt, akik még interjút adnak az újságíróknak, akik ugye arról faggatják őket, hogy hogyan telt ez a 6,5 hónap, és hogy hogyan vannak, és hogy örülnek-e, hogy hazajöttek. Természetesen mindenki arról beszél, hogy nagyon-nagyon örül, hogy végre itthon van, és láthatja a hozzátartozóját. Tehát, mint említettem, már csak néhányan vannak, ők azok, akiket még faggatnak a újságírók. Ahogyan te is említetted, Orbán Viktor is köszöntötte a hazaérő katonákat. A miniszterelnök megköszönte az Afganisztánban szolgáltott teljesítő katonák munkáját. Azt mondta, hogy jelesre vizsgáztak emberségből, és elismerést szereztek Magyarországnak. A miniszterelnök azt mondta, mindenki büszke a katonákra, akiket egy ország várt haza. Orbán Viktor a Afganisztánban elesett magyar katonákról is megemlékezett, és beszélt arról a 430 katonáról, magyar katonáról, akik jelenleg is egy másik program keretében szolgálatot teljesítenek kint Afganisztánban. Tehát, mint ahogy az előbb is mondtam, itt már véget ért az ünnepség, hamarosan teljesen kiürül a csarnok, és már mindenki megy haza pihenni. Van, akinek 1,5 éves szabadságát kivehet és pihenhet, de sok katona arról beszélt, hogy lassan az alakulatához csatlakozik és újra kezdi a munkát, szó a stúdióé. Csorba Viktória, köszönjük szépen! A Magyar Villamosművek megvásárolta az E.ON magyarországi földgázipari érdekeltségeit. A cég közgyűlése a szerződéskötés előtt jóváhagyta a dokumentumot, amelynek értelmében a vételár körülbelül 870 millió euró, közölte az MVM. A társaság tájékoztatása szerint a vételár magában foglalja az E.ON két cégét, 350 millió euró értékű részvényt és a társaságok átvállalt kötelezettségeit is. A tranzakció a hatósági jóváhagyásokat követően várhatóan az év második felében zárulhat. A végleges árat a záráskori gázkészletek alakítják. Idén és jövőre is 3% alatt marad az infláció. A Magyar Nemzeti Bank új előrejelzése szerint a pénzromlás átlagos mértéke 2013-ban 2,6%, jövőre pedig 2,8% lesz. A jegybank várakozása szerint idén is nő a gazdaság 0,5%-kal, jövőre pedig 1,7%-os lesz a GDP bővülés. Tavaly decemberben még 3,5%-os inflációt várt a Nemzeti Bank. A rezsicsökkentés helyett továbbra is az alapvető élelmiszerek áfájának 5%-os csökkentése mellett kardoskodik az MSZP. A kormány már többször érvelt az áfa mérséklése ellen. A korábbi tapasztalatok szerint ugyanis a kereskedők lenyelik az adócsökkentést, és az intézkedés túl nagy lyukat ütne a költségvetésen is. Lukács Zoltán szocialista frakcióvezető helyettes szerint a hiányt fedezni a fekete piac visszaszorulása. Ez évente 60 és 70 milliárd forint közti kiesést produkálna, hogyha csak az általunk felsorolt alapvető élelmiszerekről beszélünk, nem a homárról beszélünk, mert a téli szalámiról, alapvető élelmiszerekről. Szóval óriási áfacsalások vannak, nem én mondom, az összes élelmiszeripari cég, az összes élelmiszeripari terméktanács mondja azt, hogyha nem csökkentik az áfát, akkor tönkre fog menni az élelmiszeripar. 30%-kal csökkenteni a rezsiköltségeket a Jobbik. A párt frakcióvezető helyettese azt mondta, már benyújtották az országgyűlésnek az erről szóló indítványt. Z. Kárpát Dániel hozzátette, felülvizsgálnák az elmúlt évtizedek ágazati privatizációs szerződéseit is. Annak érdekében pedig, hogy a közműcégek ne háríthassák át a rezsicsökkentés miatti veszteségüket a lakosságra, fogyasztóvédelmi razziát tartanának. Az évtizedes távlatban felhalmozódott
túlzás nélkül 1000 milliárdos nagyságrendű extra profit kárára igenis helye lenne egy általános 30%-os rezsicsökkentésnek, egy azonnali 30%-os rezsicsökkentési folyamatra gondolunk. És nyilvánvalónak érezzük azt is, hogy hosszú távon pedig meg kell vizsgálni, hogy milyen további kímélésekre van lehetőség az állampolgárok kasszáját, büdzséjét illetően. Bajnai Gordon hívja vissza a felhetszelt fiatalokat. Erre szólította fel a Fidesz kommunikációs igazgatója az Együtt 2014 vezetőjét. Kocsis Máté szerint Bajnai törvénytelen és erőszakos cselekedetre bíztatja a korábbi székházfoglalókat, akik szombaton újra a kormánypárt Lendvai utcai székházánál készülnek tüntetni. A fideszes politikus megjegyezte, a jelek szerint a Bajnai gárdát már militarista módszerekkel is felkészítik. Kónya Péter a szervezet társelnöke ugyanis azt mondta, neki mint katonán embernek kell készülnie a háttérben. Arra kérjük Bajnai Gordont, hogy hívja vissza a katonáit, hívja vissza Kónya Pétert is a szélsőséges mondataival együtt, és hívja vissza a felhetszelt fiatalokat is, akik az ünnep idején is a Fidesz-Lendvai utcai székházának a sérelmére, vagy ott március 7-én történtek megismétlésére tesznek majd kísérletet. Az MSZP elnökségi tagja nem válaszolt arra a kérdésre, hogy a Ron Weber irányította gyűlöletkampány okozza, hogy 10% alá csökkent a szavazótáboruk. A Tárki legfrissebb közvéleménykutatása szerint ugyanis a szocialistáknak az elmúlt bő egy évtizedben soha nem volt ilyen alacsony támogatottságuk a teljes népesség körében. Demeter Márta csak annyit mondott, az elmúlt időszakban jól szerepeltek az időszaki választásokon, miközben épp vasárnap szorultak Dunakeszin a pártok rangsorában a negyedik helyre. Szolnokon, Dunaföldváron és Sopronban is sikerült győzelmet aratni. Azt gondolom, hogy ezek fontos győzelmek voltak, és a 2014-es választásra pedig egy együttműködés, amit a pártelnök úr is már többször említett, hogy ez működőképes lesz, meg fogja hozni azt a gyümölcsét, hogy az Orbán kormányt le fogjuk váltani 2014-ben. 23 ezerrel többen dolgoztak tavaly december és idén február között, mint egy évvel korábban ebben az időszakban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a vizsgált három hónapban a foglalkoztatottak száma több mint 3,8 millió volt. Nem változott viszont a munkanélküliségi ráta, az ugyanis megegyezik az egy évvel korábbi 11,6%-kal. Az állástalanok száma több mint 500 ezer volt. 9,9 millióan élnek Magyarországon. Ez derül ki a 2011-es népszámlálás adataiból, amit most tett közzé a Központi Statisztikai Hivatal. A népesség a 10 évvel ezelőtti adatokhoz képest csaknem 261 ezer fővel csökkent. A 2013-as januári adatok szerint kevesebben születtek, de kevesebben is haltak meg, mint tavaly. Csökkent emellett a házasságkötések száma is. Emelkedett viszont az idősebb eltartottak száma, ami a szakemberek szerint hosszú távon problémát okozhat. Amennyiben nem nő a születéseknek a száma, nem javul a társadalomnak a korszerkezete, akkor egyre nehezebben megoldható olyan nehézségek és feladatokkal szembesül a magyar társadalom, amikre tényleg a jelenlegi ismereteink szerint nincs választ. Gyors gazdasági növekedés előtt áll Ukrajna, Magyarország pedig részt vállalna ebben a fejlődésben, mondta Orbán Viktor, miután megbeszélést folytatott Mikolaj Azarov ukrán miniszterelnökkel. A kormányfő jelezte, Magyarországon már idén megindulhat a gazdasági növekedés, ami szorosabb együttműködésre ad lehetőséget az ukrán gazdasággal. Orbán Viktor arra bíztatta kollégáját, hogy támogassa a tavaly elfogadott ukrán nyelvtörvény végrehajtását és a közös határátkelő helyek fejlesztését. Mikolaj Azarov pedig azt várja, hogy Magyarország segítse Ukrajna európai integrációs törekvéseit. Érintettük az energiafüggőség kérdését és a két ország közötti energetikai együttműködés lehetőségeit, ideértve a gáz és a villamos áram kérdését. Érintettünk kulturális kérdéseket, és a ukrán miniszterelnök javaslatára megállapodtunk arról, hogy kulturális napokat fogunk rendezni Magyarországon és Ukrajnában is. Több mint egy hét után ma délelőtt újra kinyitottak a bankok Cipruson. A kormány azonban korlátozásokat vezetett be, nehogy a lakosság megrohanja a pénzintézeteket. Az emberek naponta 300 eurót vehetnek ki a számlájukról.
Órákon át nyugodtan várták az ügyfelek a bankok nyitását Nikóziában. Mindenki azért jött, hogy végre pénzt vegyen ki. Pénzt akarok felvenni, amennyit csak lehet, mondja a Bank of Cyprus egyik ügyfele. Ő szerencsésnek mondhatja magát, az elsők között jutott be a fiókba, amikor azok az eredetileg tervezett reggel 8 helyet délben kinyitottak. Március 15-e óta nem lehetett pénzügyeket intézni Cipruson. A politikusok szórakoznak az emberekkel. Ők se tudják, hogy mit csinálnak. Egyszer ezt mondják, egyszer azt. Nekünk meg fogalmunk sincs, hogy mi van. Egyhamar nem oldódik meg a válság. A lakossági betétekre a kormány garanciát ígér. A 100 000 eurónál kisebb betéteket nem adóztatják meg. A készpénzfelvételt viszont napi 300 euróban korlátozzák. Csekket se lehet beváltani. 1000 eurónál többet nem lehet külföldre vinni, és 5000 eurónál többet nem lehet utalni havonta. Készpénz nélkül nem tudunk élni, úgyhogy most eljöttem, hogy kivegyem a maximális 300 eurót. Aztán holnap visszajövök és felveszek ugyanennyit. És a jövő héten újra. Nálam nagyobb biztonságban van a pénz, mondja a Laiki Bank egyik ügyfele. Ezt a pénzintézetet a kormány és a nemzetközi hitelezők döntése alapján csődbe viszik. A lakossági ügyfelek pénzét pedig áthelyezik a Bank of Cyprusba. A lakosságra vonatkozó pénzügyi korlátozások még hetekig életben maradnak. A kormány azt akarja elkerülni, hogy az emberek kimenekítsék a pénzüket akár a párna alá, akár külföldre. A Hírtelevíziót Nagy Benedek tudósította Nikóziából. Moszkvában házkutatást tartottak több olyan jogvédő szervezetnél, amelyekről az orosz kormány azt állítja, hogy az amerikai külügyminisztérium irányítása alatt állnak. Az aktivisták azt állítják, hogy a hatóságok kampányt indítottak a jogvédő szervezetek ellen. Az orosz lépés ellen már Washington és Brüsszel is tiltakozott. Ügyészségi alkalmazottak és adóellenőrök szállták meg a független civil szervezetek irodáit Moszkvában. Vlagyimir Putyin nem sokkal elnöki beiktatása után tavaly májusban írta alá azt a törvényt, amellyel megszigorították a külföldi alapok által támogatott szervezetek ellenőrzését. A Kreml azt állítja, ezzel szeretnék megakadályozni, hogy a külföldi kormányok beavatkozzanak az orosz belpolitikába. Az aktivisták úgy vélik, hogy az ügyészségi és más hatósági emberek zaklatják őket. A múlt héten és most a hét elején gyakorlatilag minden munkatársunkat felkeresték. Számítottunk rá, hogy meglátogatnak bennünket. Ugyanúgy dolgoztunk, mint korábban. Minket a moszkvai ügyészség és az igazságügyi minisztérium, valamint adóellenőrök kerestek fel. Az aktivisták azt mondják, hogy ez a módszer a hidegháborús időkre emlékeztet. Ez kétségkívül nyomásgyakorlása a civil társadalomra. A vizsgálatok tömegesek, ezért nem beszélhetünk semmiféle tervről. Az igazságügyi minisztériumnak egyetlen célja, hogy ellenőrzése alá vonja a civil szervezeteket. Az aktivisták szerint a hatóságok bizonyítékokat akarnak gyűjteni, amelyek alapján fél évre felfüggeszthetik a civil szervezetek munkáját, munkatársaikra pedig akár 3 éves börtönbüntetés is várhat. A teljes hozzá nem értés jellemzi mindazt, ami történik. Az akciónak az a célja, hogy egy kicsit megbénítsa a csoportok tevékenységét, és hogy rájuk ijesszen. Az orosz hatóságok a legnevesebb emberi jogi szervezeteknél is ellenőrzéseket hajtottak végre. Jártak a londoni székhelyű Amnesty International, a Transparency International, a Human Rights Watch és a Memorial irodájában. Az Egyesült Államok és az Európai Unió már jelezte, hogy nagyon aggódik az orosz hatósági akciók miatt. Bosnyák veteránok ezrei tüntettek a parlament előtt a nyugdíjrendszer átalakítása ellen. A katonákat is érintő nyugdíjváltoztatást a Nemzetközi Valuta Alap rendelte el. Tavaly szeptemberben az IMF 405 millió euró kölcsönt adott Boszniának. Az új nyugdíjtörvényt, ami egyes szakértők szerint a veteránok nyugdíjának a felét venni el, április 12-éig kellene a parlamentnek elfogadnia. A bosnyák horvát föderáció miniszterelnöke szerint a 2013-as költségvetést úgy kell újra tervezni, hogy a fizetés és a nyugdíjakat csökkenteni kell.
Legkevesebb 12 diák meghalt, 20 pedig megsebesült, amikor aknagránát csapódott a Damaszkuszi Egyetem egyik épületébe. A robbanás az építészeti kar kantinjában történt. A szíriai állami televízió szerint felkelők voltak, akiket terroristáknak neveztek. A lázadók egyre gyakrabban lövik a szíriai fővárost. Legutóbb 2 napja volt hasonló támadás, abban 4 ember vesztette életét és többen megsebesültek. Az ENSZ közlése szerint a 2 éve kirobbant szíriai polgárháborúban több mint 70 ezer ember vesztette életét. Az egyház aktív feladatát hangsúlyozta délelőtti krizmaszentelő miséjén mondott szentbeszédében Ferenc pápa. Az új egyházfő szerint az egyháznak nem szabad elfeledkeznie a magányosokról és a szomorúakról, el kell mennie hozzájuk is. A pápa az utolsó vacsora esti emlékmiséjét a fiatalkorúak börtönében mutatja be, szakítva a vatikáni hagyományokkal. Jeruzsálemi szerzetesek érkeznek a nagy csütörtöki szertartásra. Az egyház ezen a napon az utolsó vacsorára, Jézus Krisztus kínszenvedésének kezdetére emlékezik. Délelőtt krizmaszentelésen áldják meg a bérmáláskor is használt szentolajakat. Az esti nagy csütörtöki szertartáson pedig elnémulnak a harangok, ahogy a népnyelvben él, Rómába mennek. Majd a misét bemutató pap elvégzi a lábmosás szertartását. Ahogy egykor Jézus a 12 tanítványét, a jeruzsálemi pátriárka is megmosta 12 paptársa lábát. A Szent Péter Bazilikában első húsvéti szertartásait kezdte meg az új katolikus egyházfő. Ferenc pápa a Vatikánban lévő bíborosokkal, püspökökkel, plébánosokkal együtt koncelebrálta a krizmaszentelő misét. Szent beszédében azt mondta, hogy a jó papot népéről lehet felismerni. A pápa szerint az egyháznak el kell mennie a peremen élőkhöz, a betegekhez, a börtönben lévőkhöz, mindazokhoz, akik egyedül vannak és szomorúak. Così bisogna uscire a sperimentare la nostra unzione, il suo potere e la sua efficacia redentrice. Nelle periferie dove c'è sofferenza, c'è sangue versato, c'è cecità che desidera vedere. Ci sono prigionieri di tanti cattivi padroni. Ezzel vezette fel Ferenc pápa, hogy szakít a vatikáni tradícióval, és ugyan a Vatikán falain kívül, de nem a római lateráni Szent János Bazilikában tartja az esti szertartást, hanem az olasz főváros Perem kerületében, a fiatalkorúak börtönében 50 elítéltel együtt. A misén 12 különböző vallású és nemzetiségű fiatalnak mossa meg a lábát. A pápa Buenos Aires érsekeként is börtönben, kórházban, menhelyen végezte el a lábmosás szertartását. Ferenc pápa engedélyezte Sándor István boldoggá avatásának kihirdetését, a magyarországi letelepedésük 100. évfordulóját ünneplő szaléziak első boldogjukat tisztelhetik Sándor Istvánban, aki a sztálinista egyházüldözésnek esett áldozatul. 1950-ben, amikor betiltották a szerzetes rendek működését, Sándor István továbbra is foglalkozott a fiatalokkal, kirándulásokat, összejöveteleket szervezett és hittant tanított nekik. A szerzetest 1952-ben társaival együtt letartóztatták, és koncepciós perben halálra ítélték. 1953. június 8-án végezték ki. Jelentősen megnőtt a folyók árvízi kockázata a márciusi rendkívüli időjárás és a vízgyűjtőkön felhalmozódott hómennyiség miatt. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője a kormány szóvivői tájékoztatón a jelenlegi árvízhelyzetről azt mondta, hogy továbbra is magas a kitettsége a Sajó-Bódva-Hernád vízrendszernek, ahol egy 4-5 napos mediterrán ciklon jelentős olvadási folyamatokat indíthat be. Molnár Béla arra számít, hogy ezen a területen másod-harmad vagy akár magasabb fokú árhullámok is kialakulhatnak. De jelenleg nincs ilyen helyzet. A főigazgató szerint a belvízhelyzet már most romlik. Az elmúlt időszak havazása, illetve a várható ezt követő magyarországi területekre hulló csapadék a belvízhelyzet romlását fogja eredményezni. Jelenleg 74 ezer hektár a belvízzel elöntött terület nagysága, és ennek további növekedésére számíthatunk. Ebből jelen pillanatban 33 ezer hektár a szántó terület. Április 1-től indul a viharjelzés a magyar tavakon. Tavaly a viharjelző rendszert már úgy alakították át a Balatonon, hogy riasztást csak a valóban érintett térségekben adjanak ki. Idén továbbfejlesztik a rendszert, 2 új állomást létesítenek Fonyódon és Badacsony-Lábdihegyen, valamint modernebbre cserélik a lámpatesteket is. Ugye a viharjelzésnél mindig az a probléma, hogy
kellő időben legyen kiadva, de ne legyen túl biztosítva, mert ha túl gyakran kiabálunk farkast, akkor idő után nem hisznek neki. Ezért 2012-ben három részre osztották a tóviharjelzését, amely így csak ott jelzett, ahol tényleg szükséges volt. Itt vannak különböző szélcsatornák, amikbe megjelenik a viharos szél, miközben a tó nagyobbik részén nem. És akkor ezzel, hogy három rész lett bontva, ott nem lett kiadva riasztás, ott ténylegesen nincs viharos helyzet. A rendszer fejlesztése idén két új állomás létesítésével és 10 lámpatest cseréjével folytatódik. Ezek között van olyan, amit kifejezetten a Balatonra fejlesztett ki a gyártó. Mindig az a típus kerül oda, amelyik legjobban látható. A fejlesztés 80 millió forintba került. Az új lámpák az eddigieknél olcsóbban működtethetők, áramszünet esetén pedig akár 8 órán át képesek üzemelni. Éjszaka alacsonyabb fényerővel működik, nappal, napsütésben erősebb, és egyébként pedig, hogyha napközben olyan szürkület vagy olyan ködösebb idő következik be, ami a látásviszonyokat rontja, akkor is erősebb fényerőre vált automatikusan. A Balatonfejlesztési Tanács elnöke azt mondta, a miniszterelnökséget vezető államtitkár ígérete szerint az idei idegenforgalmi szezonban 70 millió forinttal több jut majd a közbiztonsággal kapcsolatos plusz feladatok ellátására. Akár a kapitányságok, a vízimentés, polgárőr egyesületek, katasztrófavédelem kapcsán, amiket mindenképpen biztosítani és finanszírozni kell. Jó előre kell a döntést meghozni, mert nyilvánvalóan a hajók azok csak akkor mennek, hogyha van üzemanyag, azt pedig meg kell venni. Míg két évtizede 50-en fulladtak a Balatonba évente, tavaly már csak 6-an. Az újabb közbiztonsági fejlesztésekkel ezt a számot még tovább szeretnék csökkenteni. Dugófigyelővel ellátott autós navigáció, utastájékoztatási, forgalomirányítási rendszer. A többi közt ezek a fejlesztések, amelyek idén megkapták az egyik legnagyobb távközlési vállalat innovációs díját. Az ünnepélyen elhangzott, az idei Innomax díjas vállalatok azért különlegesek, mert képesek a modern technológiát a közösségi érdekekkel ötvözni. Idén több mint 50 innovációból válogatott a zsűri. Három kategóriában 5 cég között osztottak szét majdnem 2 millió forintot. Ezek általában a termelési folyamatokat segítő, illetve a belső folyamatokat elősegítő pályázatok, amivel a cégek mind a saját életüket, a házon belüli életüket tudják egyszerűsíteni és korszerűsíteni ugyanakkor, a másik oldalról pedig egy felhasználóbarátabb, ügyfélbarátabb megoldást tudnak az ügyfeleik számára kínálni. 18 autót lopott el az a két tolvaj, akiket a rendőrség tegnap vett őrizetbe. A nyomozók egy lopás után jutottak el arra a méhtelepre, ahol a gyanúsítottak eladták a kocsikat. A telep tulajdonosa kihallgatásán felfedte a gyanúsítottakat, így a nyomozók nagyegyházi lakásukban kapták el a két férfit. A rendőrök a tolvajokat őrizetbe vették és eljárást indítottak ellenük. Helyben hagyta a kúria az érdi lógyilkosra kiszabott letöltendő börtönbüntetést. A férfi tavaly ítélték el másodfokon állatkínzás miatt. 3 éve a nyílt utcán szúrt le egy lovat, amelyet bértartásban tartottak nála. Az állat megölését végignézte 16 éves tulajdonosa is. S. László több lovat is éheztetett, az állatokat már elkobozták tőle. A bíróság első fokon 1 év felfüggesztett fegyházbüntetésre ítélte, másodfokon azonban eltörölték a felfüggesztést. Designer drogokat gyártó és terjesztő hálózatot számolt fel a rendőrség. A nyomozók a szlovák-magyar együttműködés eredményeként derítették fel az esetet. Egy szlovák és 3 magyarországi lakásban találtak a kábítószer előállításához szükséges berendezéseket, alapanyagokat, valamint pszichoaktív tartalmú tablettákat és egyéb kábítószereket. Az úgynevezett designer drogok azért népszerűek a fiatalok körében, mert olcsók és a terjesztésüket tavaly áprilisig nem büntették. A magyar rendőrség által lefoglalt kábítószerek majdnem fele ebbe a kategóriába tartozik. Két magyar állampolgár Szlovákiában igen jelentős mennyiségű pszichotróp anyagot állít elő. Ennek egy részét visszahozzák Magyarországra, és Magyarországon egy érdi telephelyen, egy érdi lakásban kialakított tablettázógéppel kezdik el előállítani az anyagokat. A rajtaütésnek 2 házkutatás lett a vége, egyrészt Szlovákiában mindösszesen 60 kg-nyi mennyiségben sikerült lefoglalni új pszichoaktív anyagot, míg Magyarországon összességében 250 elkészült tablettát foglaltunk le, illetve ezzel összességében 200 000 tabletta előállítására szolgáló alapanyagot.
Letették a Ferencváros Üllői úti stadionjának alapkövét, majd megkezdték az Albert stadion bontását. A Zöld-Fehér Klub új arénája 2014 őszére készül el, addig a csapat a Puskás Ferenc stadionban játssza hazai mérkőzéseit. Vasárnap a Kolozsvár elleni barátságos mérkőzéssel búcsúzott a szurkolóktól és a játékosoktól a Ferencváros labdarúgó csapatának otthona az Albert Flórián stadion. A zöldfehérek 39 év után köszöntek el bontásra váró otthonuktól, amely helyén 2014-re egy 22 ezer fő befogadására alkalmas modern aréna épül meg. Ami itt fölépül, több mint stadion. Így fogalmazott köszöntőjében Fűries Balázs, a stadionépítést vezénylő kormánybiztos, utalva arra, hogy az új létesítmény alkalmas lesz fogadások, konferenciák és egyéb rendezvények kiszolgálására is. Tarlós István főpolgármester köszöntőjében elmondta, a magyar futball felemelkedéséhez nem csak jó játékosokra és edzőkre van szükség, hanem nemzetközi színvonalú létesítményekre is. A magyar főváros büszke az elért sikerekre, a város vezetése elkötelezett a futballsport sikerrevétele ügyében. Egy ilyen stadion megépítéséhez az állam anyagi áldozatvállalására van szükség, és arra, hogy a város, a település is minden tőle telhető segítséget megadjon. A legőszintébb partnerei leszünk ebben mind a kormányzatnak, mind a klubvezetésnek, mind a kivitelezőknek. Az új stadion alapkövét Simicskó István sportállamtitkár, Kocsis Máté a klub alelnöke, 8. kerületi polgármester, Bácskai János Ferencváros polgármestere és Kubatov Gábor klubelnök helyezte el a létesítmény Nagyvárad tér felüli részén. Majd a kettes szektornál megkezdődött a stadion bontása. A mi generációnk itt nőtt föl, tehát itt voltam gyerek, az édesapám idehozott ki 12 évesen, amikor a stadion avató volt, és itt a stadion búcsún is 39 éve emléke. Tehát tulajdonképpen most már felnőttünk, gyerekeink vannak, ebben a stadionban éltük le életünk nagy részét. A Ferencváros 2014 őszére elkészülő új arénája a klubelnök szerint minden igényt kielégít majd. Magyarország vagy talán Európa egyik legzöldebb stadionja lesz, szürke víz felhasználással, csatornafűtéssel, hogy a pályafűtéssel, hogy napkollektorokkal vagy napenergiát felhasználó elemekkel lesz fölépítve, hanem egy rendkívül biztonságos stadion is, és fejlesztésében is nagyon sok olyan ötletet beletettünk, hogy méltán leszünk büszkék rá mi magyarok, hogy a Ferencváros épített, vagy a Ferencvárosban épült egy olyan magyar stadion, ami Európában példátlan. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT tájékoztatása szerint az új Fradi stadion évente nagyjából 400-600 millió forintos összesített adóbevételt produkálhat, még közepes kihasználtság mellett is. Fontosabb híreinkről még egyszer röviden. Hazatértek Afganisztánból a magyar katonák, ezzel 6,5 év után véget ért a tartományi újjáépítési csoport küldetése a közép-ázsiai országban. Több mint egy hét után feloldották a bankzárat Cipruson, a kormány korlátozásokat vezetett be, nehogy az emberek kivegyék az összes pénzüket a bankfiókokból. Letették a Ferencváros Üllői úti stadionjának alapkövét, majd megkezdték az Albert stadion bontását. A Zöld-Fehér Klub új arénája 2014 őszére készül el. Híreinket megtalálják a hírtv.hu weboldalon, mobil alkalmazásunk elérhető iOS-en és Androidon is. Híradóval legközelebb 18 órakor Hajakos Andrea várja majd Önöket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!